A húsvéták szerinti költ. A tavaszt és a termékenységet jelentették, a kereszténység csak később vette át. A barka továbbá a pálmafaák helyettesítője, hiszen Jézus, amikor virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, akkor az emberek pálmaágakkal fogadták. Keleten a pálmaága győzelem jelképe, a barka a megújuló élet, a föltámadás szimbóluma. A virágvasárnapi körmenet után az emberek hazaviszik és vázába helyezik a megszentelt barkacsokrot. Egyébként a virágvasárnap megszentelt barkákat következő év hamvazó szerdáján újra felhasználják, hiszen ezeknek a hamujával teni meg a pap a hívek homlokát.